1979-ben a Jeff Raskin kap ugye a főnökségtől egy megbízást, hogy csináljon egy olcsó gépet. Közben a Jobs, mert az dolgozott a Lizán, az egy másik cucc, összeférhetetlen volt. Nem kirúgták, hanem azt mondták neki, hogy van ennél egy sokkal jobb lehetőség. 3 nap nem telt bele, ezek összevesztek. Minden, a kanálon. Ugye, mert az egyik akar csinálni egy olcsó gépet, nem így mondjuk. A másik meg, hogy a Marsra is föl lehessen küldeni. Én ott voltam közöttük, mint egy ilyen hőszigetelt üvegablak, majd megrepettem. Az lett a vége, hogy az igazgatótanács behívta mind a kettőt. Annyira bőgött a Jobs, hogy gyakorlatilag kihallatszott egy igazgatótanácsi irodából, már az igazgatóság is bőgött, meg már a portás is. Na, mondták neki, hogy akkor jó van, ha sír, akkor inkább legyen nyugalom, csinálja csak ő ezt az egész Macintosos dolgot, odaadták neki. A Jobsnak ugye, mivel kisgyerekkorában a nevelőapukájával együtt voltak, volt egy csirketelepük, elsősorban broilerekkel foglalkozott. Kis kerítés lécet kellett 60-as szöggel szögelniük, és amikor szögelte a kis Jobs, akkor az apja mondta neki, hogy fiam, nem csak kívülről kell szépnek lenni a kerítésnek, hanem belőlről is. Akkor is, ha a tyúk teleszarja a belsejét szecessziós mintákkal. Ez neki valamiért beakadt gyerekkorából, ugye, porosz nevelés. Az egész gyárat, mindent azt mondta, hogy úgy kell működnie, hogy amint kívül, úgy belül, annak patyolattisztának kell lenni, ott még egy esküvőt is meg lehessen rendezni. Olyan tiszta volt az egésznek az alja, hogy engem felkért arra, hogy ne az anyagraktárba főzzek, neki a zöldséges pörköltet ott készítsem el a padlón. Akkor készült el nekem az egyik legnagyobb találmányom, a padlós zöldséges pörkölt. Eljött a felesége, a Daniella. Nem így mondják. A Daniellának meg mindenre csak az volt a kérdése, és a tolmács állandóan fordítgatta, hogy akkor a szociális körülmények hogy vannak, akkor mennyi a munkaidő. Állandóan ilyenekbe kérdezett bele. És a Jobsot meg elkezdte idegesíteni. Mondta a tolmácsnak, a Daniellát annyira érdeklik itt a szociális körülmények, akkor jöjjön ide dolgozni. Nem akarta lefordítani tolmács. Olyan vörös volt, mint a makói hagyma. Én meg akkor pont ott ültem mellettük, mert készítettem az öltséges pörköltet, és látom, hogy a Daniella néz így lefele, és akkor mondta még a tolmácsőnek, hogy fordítsa azon a Jobsnak, hogy még a dolgozók ilyen körülmények között vannak, itt tesznek a földön. És akkor én úgy éreztem, hogy egyetlen egy megoldás van, hogy valahogy megnyugtassam ezt az egész helyzetet. Foglalkoztam gyerekkoromban pantomimmel, így mutattam a kezemmel a Daniellának, hogy jöjjön be az anyagraktárba. És nekem volt egy olyan találmányom, ami számítógép és pálinkát főz. Na, oda ültettem le a Daniellát, abban megkóstoltattam, és akkor így rendeződött el az egész. iBooks-a. Mostanában egyre több helyen lehet mobillal fizetni, de arra senki nem számít, hogy mi kiosztunk egy olyan terméket, amely pénztárcának néz ki, de telefonálni lehet vele. Ezzel fogjuk forradalmasítani a piacot. Na, itt van, ami az én szívem csücske. Elektronikus könyvolvasó. Nem csak az a lényeg, hogy rengeteg könyv ráfér, tehát a kotányinak az összes receptje, hanem 8000 oldalnyi receptet meg tudsz nézni rajta úgy, hogy én nem merül rá. Ez zenét is, meg fényképeket, mindent elraktároz. Nézd meg, hogy még Busta Rhymes-t is lehet rajta hallgatni. Ezt dörögdön, de szeretnék a Kossuth utcán, amikor mennek a Klastrom kocsmától a Katica büféig. Azért nem mondom meg, hogy mennyibe kerül, mert nézzetek szét az Apple Books webshopjába. Én biztos, hogy ha lesz időm rá, erről fogok olvasni könyvet, nem most. Smoke my biggie, get myself over, fall on the floor, and I gotta call my S500 iceberg.